Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk a személyiségtípusok lesz, ezzel fogunk megismerkedni, ami rendkívül fontos, és ezt egy gyakorlat keretében fogjuk megtenni, ami nem lesz hosszú, körülbelül 5 perc lesz az egész, és nagyon sokat segít neked abba, hogy a felszínre hozd, hogy mennyire sablonosan is viselkedünk, hogy 9 féle személyiségtípusba be tudjuk sorolni a viselkedéseinket, ez a mi személyiségünk, az egónk, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy te nem vagy egyetlen személyiségtípus sem, sőt nem vagy a személyiség, nem vagy az ego, te egy szellemi minőség vagy, aki sokkal értékesebb a személyiségnél. Ez az anyag, amit már át fogok adni, ez a spirituális önfejlesztés tanak képzésemből van, méghozzá annak a második fokozatából. Ez egy rendkívül vaskos anyag, ez egy 50 oldalas anyag, és ez csak egy igen kis része ennek a fokozatnak. Azért szeretném átadni ezt, hogy felismerd, megismerd a személyiségtípusokat, felismerd, hogy mennyire sablonosan is cselekszel, és távolodj el tőle. Tehát ne azonosulj a személyiségeddel, ne azonosulj ezekkel a cselekvés mintákkal. Ezen a spirituális önfejlesztés tanak képzésen lehetőséged van megtisztítani magad, rendbe tenni magad, rendbe tenni az érzelmeidet például, elengedni a félelmeidet, megismerni azokat a jellemvonásokat, amik minden pillanatban dolgoznak benned, felszínre hozva, elengedve megtisztítani magadat. Először a személyiséggel foglalkozunk, aztán eltávolodunk a személyiségtől, és erre biztatlak a mai videóba is, hogy távolodj el ezektől a személyiségtípusoktól. És aztán az egyéniség felé megyünk, az egyéniséget tesszük rendbe, nagyon nagy akaraterőt elérve, képzelő erőt elérve, azért, hogy uraljuk az életünket, és mi irányítsuk a saját sorsunkat, és ne a sors irányítson minket. Egyébként a személyiség típusokkal az Enneagram foglalkozik. Én hosszú éveken át foglalkoztam Enneagrammal, és több száz embernek az elemzését készítettem el vele. És minden tiszteletem azé, aki ezzel foglalkozik. Ez egy óriási tudományág. Az Enneagram mégis azt állítja, hogy te egy adott személyiség típus vagy, és azon belül képzelhető el csak a fejlődésed. Én azt mondom, hogy ez nem így van. Te egyetlen személyiség típus sem vagy, és maga a személyiség sem te vagy. A személyiség csak egy szűrő, amin keresztül kommunikálsz kifelé, és amin keresztül befogadod az információkat, és ez a szűrő torzítja az információkat. Torzít téged, amikor kiáramoltatsz, és torzítja a környezetedet, amikor befogadsz. Tehát az a feladatunk, hogy lebontjuk ezt a személyiséget, ezt az egót, nem pedig az, hogy azonosuljunk valamelyikkel. És most szeretném, hogyha megcsinálnánk ezt a gyakorlatot együtt, arra kérlek, hogy halkítsd le a telefonodat, kb. Egy 5 perces gyakorlat lesz, keresd magadnak valami csendes helyet, és hogyha ez megtörtént, akkor kérlek, hogy hunyd be a szemed. Fel fogom olvasni az önfejlesztés tananyagból egy rövid leírást ezekre a személyiségtípusokra. Maga a tananyag tartalmaz minden személyiségtípushoz is egyébként egy célt, amifelé érdemes átalakítani ezeket a személyiségtípusokat. Miért alakulnak ki egyáltalán ezek a személyiségtípusok? Nos, azért, mert eltávolodunk az egységtől, és eltávolodunk a jelenléttől, vagyis nem vagyunk jelen az életünkben, és nincs egységtudatunk. Ezért korcsosulnak ezek az isteni tulajdonságok, személyiségtípusokká. Nos, ha elhelyezkedtél kényelmesen, és becsuktad a szemed, kérlek, most csukd be a szemed, akkor fel fogom olvasni ezeket a személyiségtípusokat, és arra kérlek, hogy vedd észre, hogy az életedbe mikor melyiket használod. Ugyanis folyamatosan váltogatjuk őket, 9 fajta személyiségtípus van, egyik pillanatban egyikként kommunikálunk, a másik pillanatban már a másikként. Hozz fel magadba olyan élethelyzeteket, amik eszedbe jutnak, mikor ezt olvasom fel. Tehát miközben olvasom, jussanak eszedbe ezek az élethelyzetek, hogy lám-lám itt is, ott is és amott is
ebbe a bizonyos személyiségtípusba kommunikáltam, és egyébként mások is így vannak. Tehát, hogyha ezt a videót többször meghallgatod, és felszínre hozod ezt magadba, akkor sokkal könnyebb lesz rá nemet mondani, és észrevenni a másik emberbe is, hogy ő is ezeket a mintákat használja. Nos, ha becsuktad a szemed, akkor folytassuk. Egyes típus, az újító. Az elfű, idealista típus. Az egyesek etikusak és lelkiismeretesek, igen határozottan érzik, mi helyes és mi helytelen. Tanítók és keresztes lovagok mindig a dolgok jobbítására törekszenek, de félnek, hogy hibát követnek el, szervezettek, rendszeretők és igényesek, igyekeznek magas színvonalat tartani, ám olykor túlzottan kritikussá és perfekcionistává válhatnak. Tipikus problémáik az elfojtott haraggal és türelmetlenséggel kapcsolatosak. Legjobb formájukban az egészséges egyesek bölcs, józan ítélőképességű, realista, nemes lelkű és heroikus erkölcsiségű emberek. Kettes típus, a segítő. A gondoskodó, kapcsolatteremtő típus. A kettesek empatikusak, őszinték és melegszívűek. Barátságosak, nagylelkűek és önfeláldozóak, de érzelgősségre, hízelgésre és mások lekenyerezésére is hajlamosak lehetnek. Fő indítékuk, hogy közel legyenek a többi emberhez, és gyakran azért tesznek meg bizonyos dolgokat másokért, hogy szükség legyen rájuk. Többnyire gondot okoz nekik, hogy törődjenek önmagukkal, és elismerjék saját szükségleteiket. Legjobb formájukban az egészséges kettesek, önzetlenek, képesek feltétel nélkül szeretni önmagukat és embertársaikat. Hármas típus, az eredményes. Az alkalmazkodó, sikerorientált típus. A hármasok magabiztosak, vonzóak és megnyerőek. Ambíciózus, kompetens és energikus emberek, akiknek fontos lehet a társadalmi pozíció és a személyes előrejutás. A hármasok gyakran nagyon sokat foglalkoznak a róluk kialakított képpel és azzal, hogy mit gondol róluk a többi ember. Jellemzően a túlzott munkamánia és a versengés okoz gondokat a számukra. Legjobb formájukban az egészséges hármasok elfogadják önmagukat, hitelesek, és valóban megvan bennük minden, amit kifelé mutatnak, példaképként ösztönöznek másokat. Négyes típus, az individualista, azaz egyéniség. A romantikus, befelé forduló típus. A négyesek tisztában vannak önmagukkal, érzékenyek, visszafogottak és csendesek. Feltárulkozóak, érzelmileg őszinték
és egyéniek, ám gyakran változékony a hangulatuk, és túlzottan figyelik önmagukat. Mivel sebezhetőnek és tökéletlennek érzik magukat, visszavonulnak másoktól, emellett olykor kivonják magukat a szokványos életformákból, és lenézik ezeket. Jellemzően önmaguk kényeztetésével és az önsajnálattal vannak problémáik. Legjobb formájukban az egészséges négyesek, ikletett, igen kreatív emberek, akik képesek önmaguk megújítására és élményeik átformálására. Ötös típus, a vizsgálódó. Az elmélyült, intellektuális típus. Az ötösök éberek, éleslátóak és kíváncsiak. Tudnak koncentrálni, képesek komplex elméleteket felépíteni és bonyolult készségeket kifejleszteni. Függetlenek és újító hajlamúak, olykor túl sokat is foglalkoznak gondolataikkal és képzeletbeli építményeikkel. Elszakadnak a valóságtól, ugyanakkor feszülté, túlfeszítetté válhatnak. Tipikus problémáik az elszigetelődéssel, a különbséggel és a társadalmi elvárások tagadásával kapcsolatosak. Legjobb formájukban az egészséges ötösök, látnokok, úttörők, akik gyakran megelőzik a korukat, és egészen új módon képesek látni a világot. Hatos típus, az elkötelezett. Az elkötelezett, biztonságra törekvő típus. A hatosok megbízhatóak, szorgalmasak és felelősségteljesek, de defenzívek, határozatlanok és erősen szorongók is lehetnek. Folyamatosan fenntarthatják a stresszt, bár panaszkodnak miatta. Sokszor óvatosak és döntésképtelenek, ugyanakkor kreatívak, datosak és lázadóak is lehetnek. Gyakran okoz számukra gondot az önbizalom hiánya és a gyanakvás. Legjobb formájukban az egészséges hatosok, lelkileg stabilak, bátran kiállnak a gyengék és erőtlenek mellett. Hetes típus, a rajongó. A sürgölődő, termékeny típus. A hetesek sokoldalú, optimista, spontán emberek. Játékosak, lelkesültek és gyakorlatiasak. Azonban túlhajszoltá, kaotikussá és fegyelmezetlenné válhatnak. Állandóan új, izgalmas élményeket keresnek, de az állandó lendület kimerítheti és szétszórtá teheti őket.
Többnyire a felületesség és az impulzivitás okoz náluk gondokat. Legjobb formájukban az egészséges hetesek értelmes célokra összpontosítják tehetségüket, s kiváló teljesítménynyújtó, jókedvű, hálatelt emberekké válhatnak. Nyolcas típus, a kihívó. Az erőteljes, domináns típus. A nyolcasok magabiztosak, erősek és rámenősek. Jó probléma megoldók, másokat védelmező, határozott emberek, ugyanakkor büszkék és hatalmaskodók is lehetnek. A nyolcasok úgy érzik, nekik kell irányítaniuk környezetüket, ezért gyakran összecsapnak másokkal, vagy megfélemlítik a többieket. Leggyakrabban az okoz gondot a számukra, hogy közel engedjenek magukhoz valakit. Legjobb formájukban az egészséges nyolcasok rendkívüli önuralommal bírnak, erejüket mások életének jobbá tételére használják fel, s hősi, nemes szívű, olykor történelmi jelentőségű személyiségekké válnak. Kilences típus, a béketeremtő. A kényelmes, háttérben maradó típus. A kilencesek elfogadóak, bizalomteliek, lelki egyensúly jellemzi őket. Jó természetű, kedves, laza, segítőkész emberek, de hajlamosak arra, hogy a béke érdekében túl könnyen engedjenek mások akaratának. Szeretnék, ha minden konfliktusmentes lenne, de emiatt hajlamosak eltunyulni, a nyugtalanító dolgokat teljesen visszaszorítani. Jellemzően a passzivitás és a makacság okoz náluk gondokat. Legjobb formájukban az egészséges kilencesek rendíthetetlenek, mindenre fogékonyak, és képesek arra, hogy összehozzák az embereket, és elsimítsák az ellentéteket. És mikor jól esik, térjél vissza, és nyisd ki a szemed. Ha megfigyelted a 9 személyiség típusból, szinte mindegyikkel találkozol az életedbe, egyébként mindegyikkel találkozol, de vannak köztük olyanok, amit gyakrabban használsz, és van, amit kevésbé, de mindegyiket használod. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmedet, hogy ne azonosulj egyetlen személyiségtípussal sem, ugyanis ez később a gátad lesz. Tehát lehet, hogy rövid távon fejlődés hoz, azonban hosszabb távon, akár fél éven, egy éven belül is már gátolja a fejlődésedet, hiszen te nem a személyiség vagy. Igen, még amit szeretnék felolvasni ebből a tananyagból, az a 14 isteni tulajdonság, ami felé tartunk. Tehát elengedve azt a személyiséget, az isteni tulajdonságokat ismerjük meg, és afelé változunk. A tananyagban minden egyes isteni tulajdonságról egy 2,5 oldalas leírás van, hogy ezt a hétköznapokban hogyan tudod használni. Felolvasnám ezt a 14 isteni tulajdonságot, hogy kicsit közelebb kerüljen hozzád. Szent tökéletesség, szent akarat, szent szabadság, szent törvény, szent remény, szent eredet, szent mindentudás, szent átlátszóság, szent hit, szent bölcsesség,
Szent munka, szent terv, szent igazság és szent szeretet. Hogyha szeretnéd ezeket jobban megismerni, és szeretnéd megismerni azt a gyakorlatot, aminek keretében át tudod alakítani a személyiség típusodat ezekkel az isteni tulajdonságokkal, akkor javaslom a spirituális önfejlesztés tanár képzésem, ami legközelebb április 14-én indul, ahol várlak szeretettel. Hogyha tetszik ez a meditáció, tetszik ez a gyakorlat, ez az előadás, akkor kérlek, hogy lájkoljad a YouTube-on, és iratkozz fel a csatornámra. Hogyha szeretnél hírlevelet kapni tőlem az újabb és újabb lehetőségekről, akkor itt a videó alján rá tudsz klikkelni erre a hírlevél ikonra, és fel tudsz iratkozni, és így rendszeresen tudlak tájékoztatni. Vannak egyébként fönt más gyakorlataim is, más videóim is. Például tegnap raktam fel egy nagyon jó kis gyakorlatot, ahol el tudod engedni a stresszt, és jelen tudsz lenni. Vagy van fönt egy korábbi videóm a négy elem harmonizálásáról. Ez a félelem elengedése gyakorlatom, félelem elengedése videómban van. Vagy például van egy egységtudat meditációm is fönt, amit szintén javaslok megcsinálni, ezen a néven találod meg a YouTube csatornámon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!